Jelentős terhelést jelent a koronavírus a megyei kórházaknak. A járvány második és harmadik hullámában nagyon sokan kerültek intenzív osztályra. A testi fájdalmak mellett azonban lelkisebeket is ejt a vírus. Március óta elemzik a koronavírus tartalmú hívásokat a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségénél. Tavasszal a félelmek, az információk hiánya és az izolációs problémák kerültek előtérbe, manapság a munkahelyi és kapcsolati válságok, valamint az oltással kapcsolatos félelmek adják a telefonhívások tartalmát. Nehéz volt számukra megélni az ünnepeket a rokonok hozzátartozók személyes jelenléte nélkül. A tavaly nyári időszakra csökkentek a COVID tartalmú hívásaink, majd pedig tavaly ősszel újra erősödtek. Itt már nem az információhiány volt a jellemző, hanem inkább a vírusnak a következményei, akár a gyásznak a megélése, akár gazdasági következmények, munkahelyi változások, akár a munkahely elvesztése. Még idén januártól körülbelül a hívóink elsősorban az oltással kapcsolatos kérdéseiket tették föl, a vakcinák iránti bizalmatlanságukat, vagy pedig az elkötelezettségüket ismételték a vonalon keresztül. Tehát gyakorlatilag a hullámokhoz köthető volt a hívástartalmaknak az alakulása, illetve a hívástartalmak mellett a hívásszámok alakulása is. A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 500 fős önkéntessel segíti a bajba jutott emberek mindennapjait, ingyenes tanácsadással és beszélgetéssel, még a határon túlról is. A képzésenken keresztül, ami 80-120 órát jelent a jelentkezők számától függően, igyekszünk az önismereti csoportok működése mellett elméleti és gyakorlati felkészültségüket bővíteni a jelentkezőknek. Vizsgával zárul a képzés, majd pedig a hospitálás következik egy gyakorlott ügyelővel. A működő ügyelőink pedig folyamatos esetmegbeszéléseken, szupervíziókon keresztül ismereteiket tudják bővíteni, illetve igyekszünk a kiégési tüneteket is megelőzni ezekkel a képzésekkel és szakmai tapasztalatcserékkel, szupervíziók lehetőségével. A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége a nap 24 órájában ingyenesen hívható a 116-123-as telefonszámon. A koronavírus világjárvány miatt pedig bevezették a 0680-810-600-as új telefonszámot is, amely heti 102 órában elérhető azok számára, akik problémáikat nem tudják egyedül feldolgozni, vagy csak segítségre, beszélgetésre van szükségük különböző krízisek feldolgozására.